A diákok bevonásával tartottak rendőrszakmai bemutatókat, szituációs gyakorlatokat és baleseti szimulációt. A fiatalok ezek segítségével testközelből láthatták, hogy válik valaki például egy bűncselekmény áldozatává. Nekem a legelső előadás tetszett a legjobban, az a, hogy a biztonsági övet, hogyha nem csatoljuk be, akkor mi történhet velünk, ha frontálisan ütközünk, vagy bárhogyan. Nekem az olyan, hát azt gondoltam, hogy ugye nagyobb probléma lehet belőle, de azt nem, hogy ekkora. A Reakció nevű programot 2015-ben indított el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Eddig már több tucat helyszínen járt a rendőrök, mentősök, tűzoltók és börtönőrök közreműködésével bemutatott programsorozat. Az interaktív bűnmegelőzési rendezvény célja, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokra tegyenek szert. A programnak egyik a fő gondolata, hogy ami egy ilyen kínai bölcsességre épül, hogyha csak elmondod, akkor elfelejtem. Ha megmutatod, akkor emlékezni fogok, talán. Ha viszont részt veszek benne, átélem, benne vagyok, tapasztalom, akkor megértem. Az egyenruhások a büntető eljárások teljes folyamatát bemutatták. Az elkövetéstől a rendőrségi előállításon és nyomozáson át a letöltendő börtönbüntetésig vezető műveletekbe is betekintést kaptak a fiatalok.